Felsőoktatási intézmények, szakiskolák a helyi iparkamara tagjaival telt meg a Pécsi Nagy Lajos Gimnázium tornaterme. Itt tartották novemberben a Hova Tovább elnevezésű pályaorientációs napot. Én gondolkodom a bionikán. A bionikán. És hát ez a biológia, meg az elektronika ötvözése, ami szerintem nagyon izgalmas. És hát gondolkodom még így a biomérnökön, vagy környezetmérnökön. Az a célom igazából, hogy minél több mindent tudjak tenni a világért. És hát igen. Akkor ez ilyen okos művégtagokat jelent például, vagy mit is igen, kellett? Igen, a művégtag az benne van a bionikában, az engem nagyon-nagyon érdekel. Az agyszámítógép kapcsolat is mondjuk az már kevésbé, de ez a művégtag, ez izgalmasnak tűnik. A színművész szeretnék lenni, és most a Kaposvári Egyetemet néztem meg, ugye a színművészeti szakot, az érdekel nagyon. Azt a mindegy, nagyon határozott elképzelésekkel jöttél. Mit mondtak, milyen esélyeid vannak, hogy lehet bekerülni? Hát ugye háromfordulós maga a felvételi, és elég sokat kell ugye beszélni, verseket megtanulni, énekelni, úgyhogy hát azt mondták, hogy sikerül, hát csak ugye nagyon kell gyakorolni, úgyhogy remélem, hogy sikerül. Mennyire vagy elégedett például ezzel a rendezvénnyel, egy kicsit visszatérve? Tavaly is jöttünk ide az iskolával, és nekem akkor is már nagyon tetszett, és most is alig vártam, hogy végre megint legyen, és jöttünk, úgyhogy nagyon tetszik nekem. Most vagyok végzős, 12-es. Hol szeretnél tovább tanulni? Hú, hát így konkrét elképzelésem még nincsen, valami szakma kéne érettségi után. És akkor majd úgy is tovább tudsz tanulni, már van egy szakmád, sőt az igen. Akkor lehet, hogy szakmatanulás lesz? Hát vagy szakmatanulásom, meg így még egyetemi dolgokban beérdekelt vagyok, az a politológia. A díszteremben előadásokat hallhattak a fiatalok. A Hova Tovább napot egyrészt a gimnázium szervezte. Az idei a harmadik Hova Tovább napunk. Idén is, mint az előző két évben, a Pécsi Oktatási Központtal és a Baranya megyei Iparkamara segítségével rendezzük meg ezt a, mondhatnám úgy meg a rendezvényt. Baranya megyében tanuló középiskolásoknak, és természetesen Pécset tanuló középiskolásoknak hirdetjük meg ezt a rendezvényt. Számukra nyitott, és hát természetesen a saját diákjaink bázisára épül ez a rendezvény. És az idei évben 22 felsőoktatási intézmény jött el hozzánk a Bőrzére bemutatkozni. 5 szakgimnázium és 3 szakkollégium vesz részt ezen a nagyszabású rendezvényünkön, és segíti a diákokat a döntésben. Azért tartjuk fontosnak, hogy a diákok minél jobb döntést tudjanak hozni, hogy ne kelljen utána azon gondolkodni, hogy most talán inkább egy másik helyet kellett volna bejelölni, elkedvetlenednek esetleg azzal a választott pályától távol kerülnek. Tehát szeretnénk, ha minél több információjuk lenne, ahova beadják a jelentkezést, és hogy miért tesszük nyilvánossá, azért, mert úgy gondoljuk, hogy mi itt dolgozunk a város szívében, és azt szeretnénk, hogy a többi diáknak is lehetőséget tudjunk adni, hiszen miután a város szívében dolgozunk, ezért könnyen megközelíthetőek vagyunk, elérhetők vagyunk, és hát azért a mentalitásunkból is az fakad, hogy másokat segíteni szeretnénk mindig, minden pillanatban, így ebben ezzel a nagy rendezvényel is. A Baranyai Iparkamara is beszállt a szervezésbe. Nekik az a céljuk, hogy szakmát tanuljanak a fiatalok, azonban ez nem zárja ki a diploma megszerzését. Mindenkit bátorítunk, hogy éljen az ingyenes szakképzettség megszerzésének a lehetőségével, az ingyenes szakmaszerzés lehetőségével. Megváltozó szakképzési rendszerben is jövőre is 2 szakképesítés mindenki ingyenesen tanulhat, úgyhogy azt javasoljuk mindenkinek, hogy akár úgy próbálja meg az életpályáját fölépíteni, az iskolai életpályáját, hogy él a duális képzés a lehetőséggel, mind középfokon, mind aztán felsőfokon. Ez azért is jó, mert hogyha ezt végigjárja, ezt a pályát, és így építi fel magában ezt az életpályát, akkor nem csak hogy szakképesítésre vagy szakképesítésekre tehet szert,
annak mindenféle juttatásaival mesélhetnék itt most a munkaszerződés, a szakképzési munkaszerződés, vagy az állami ösztöndíjak rendszeréről, amelyek nagyon komoly juttatásokat biztosítanak a diákok számára, mind a szakképzettség megszerzése közben és azt lezárásaként. De hogyha valaki a felsőoktatásban is duális felsőoktatási képzést választ, itt akár 3-5-7 vagy még több évnyi munkatapasztalatról is beszélhetünk, és egyéb olyan kompetenciákról, amelyek segítik az ő elhelyezkedésüket később a munkaerőpiacon. Azok a diákok, akik most már szakképesítést tanulnak, és egy technikusi szintű, emelt szintű OK-s szakképzésben vesznek részt, ők akár 32 plusz pontot is kaphatnak a felvételi során, hogyha majd jövőre tovább tanulnak, vagy ugye azt követően. Az új szakképzési rendszerben pedig, ami jövő év szeptemberétől kerül bevezetésre, a technikusi szintű végzettség emelt szintű érettségének fog számítani, tehát gyakorlatilag az emelt szintű érettségi, azaz a technikusi szintű végzettséggel és esetleg egy emelt szintű 60%-ot meghaladó nyelvi érettségi vagy egy középfokú nyelvvizsgával gyakorlatilag egyenes út a szakrányi továbbtanulás a felsőoktatási intézményekben. A Hova tovább napra egész Baranya megyéből érkeztek középiskolások. Közel 2000-en látogattak el a pályaorientációs rendezvényre.